A keresztény és a zsidó húsvét egybeesett eredetileg. Az ünnep héber neve a Pészach, ami kikerülést, elkerülést jelent. A níceai zsinat időszámításunk szerint 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. Pesach ünnepnapjai Niszán hónap 15-től 22-ig, míg Izraelben csak 21-ig tartanak. Az ünnep első napja az Egyiptomból való kivonulásra, utolsó napja pedig a tengeren való átkelésre emlékeztet. Pesach legfontosabb feladata, hogy emlékeztessen arra, hogy Isten gondoskodott a zsidóságról, és kiszabadította őket a rabszolgaságból. Ez a három úgynevezett zarándok ünnep egyike, amelyen a szentély fennállásának idején a zsidók Jeruzsálembe mentek, hogy áldozatot mutassanak be. A peszachi áldozatnak kiemelt jelentősége volt a szentély korabeli zsidóságban. Peszach ünnepéhez két nagyon fontos szokás is kötődik, az első a kelt tészta evésének és tulajdonlásának tilalma az ünnep 8 napja alatt, ami jelent minden liszttel készített élelmiszert, amit nem a peszachi előírásoknak megfelelően készítettek el. Ehhez kötődik az első nap kötelező macesz vagy pászka evésének kötelessége, ez egy lisztből és vízből készített keletlen tésztaféle. A másik fontos szokás az első este, vagy a diaszpórában első két este tartott széder este. Köszöntöm a stúdióban Sárosi Györgyöt, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlök mindenkit én is. Elnézést! A zsidó húsvét, ugye a Pészach közös gyökerekből táplálkozik a keresztény ünnepkörrel. Hogyan vált ez külön? Minden keresztény ünnep zsidó gyökerekkel rendelkezik, hisz abból származik a vallás is. Látszólag nincs közös vonás a meseszerű részben, ugyanis a Pesach az egyiptomi kivonulás, a rabszolgaságból a megszabadulásról szól, míg a húsvét ugye az előttem elhangzottak szerint egész másról. Viszont ha magasabb összefüggésekben nézzük, akkor rengeteg a közös vonás, sőt, szinte azonosságok is vannak. Mindjárt a legelején az a bizonyos széderesti vacsora, amiről az előbb szó volt, ez egy meghatározott sorrendben elfogyasztott ételek. Széder az héberű rend, és meghatározott rend szerint elfogyasztott jelképeket képviselő ételek, mint torma, savanyú, édes. Tehát mit jelképeznek ezek az ételek? A kivonulásnak a nehézségeit, a keserűséget. Ugyanúgy megjelenik a étkezésben a tojás is, mint egy új keletkezés, az előttem hangzó. Csak egész más jelképez. Így van. Így van. Mit jelképez a zsidóság számára? Hát így konkrét jelképezése nincs, de ezen a vacsorán gondolom az újnak születését, egy új elindulást. Tehát és a kelttésztának mi a jelentősége, hogy nem lehet ilyenkor kelttésztát fogyasztani? Hát a menekülés előtt nem volt ideje mekelni a kovásznak vagy a kenyérnek. És azért úgy kellett elvinni. Ez erre emlékeztet. A macesz pászka tulajdonképpen. Tehát elhangzott, hogy pászka ünnepe, nem a pászka, csak egy kelléke az ünnepnek. Ugye maga az idő is ketté vált, tehát nem ugyanakkor ünneplik a Pészachot, mint a keresztény húsvétot, és több napos ez az ünnep is. Az időszámítás vált el szerintem a Gergely naptárral, mert a mi időszámításunk szerint most 5776-ot írunk, ez az időszámítás Ádám teremtésével kezdődik. Tehát ez az időszámítás Jézus idejében ez működött, hogy a Gergely naptár változott meg. Tulajdonképpen a idő egy év, 365 nap statisztikailag nálunk is. Viszont rövidebb holthónapok vannak, és ezért van az, hogy nálunk nem egy szökőnap van beiktatva, hanem egy szökőhónap. Most is például most éljük a szökőhónapot, Ádár, vagyis most múlt el Ádár 2. És ezért van az, hogy mindig csúszik, és utoléri magát, tehát tulajdonképpen azonos az időszámítás. A Pesach az mindig Nisszán 15. A Pesachban a négyes számnak különös jelentősége van, vajon miért? Mi mindenben jelenik meg a négyes? Számisztikailag érdekes lenne belemenni, most így a négyesről konkrétan nem, de a közös számok például, ha most a húsvéttal veszem kapcsolatba, elhangzott itt a 40-es is.
Tehát Jézus 40 napig vándorolt a sivatagban, 40 napig tartott a sivatagi vándorlás, mielőtt elérték a Kánaánt. Azon kívül maga az, hogy 8 nap az ünnep. Ennek is van olyan magyarázata, hogy ez azért 8, hogy tudnélik a világteremtésének a ciklusa az 7 nap. És ez már a fizikai világ feletti dolgokról szól. Ilyen magyarázat is van. A mai ember, a mai zsidóhitet követő ember hogyan ünnepli a Pészakot? Ugyanúgy tartja ezeket a hagyományokat? Igen, igen, igen. Tehát kezdődik a széderesti vacsorával, ami egyben Jézus utolsó vacsorája volt, ő azt, tehát ugyanezt az ünnepet tartotta. Mint említettem, ennek megvan a rendje, ezt közösségekben tartják, vagy otthon családoknál van valaki, levezeti ezt a szertartást, felolvassák a kivonulásnak a történetét. És még egy picit visszakanyarodnék a számok világához. Tehát ami nagyon lényeges egybeesés, a Pesszák és a Sávót a tóraadás ünnepe között számított idő, 7x7 napot számolj plusz egyet, és tartsd meg a tóraadás ünnepét, ugyanúgy, mint a húsvét és a pünkös közötti számítás. Ennek is megvan az a közös magyarázata, mindkét szokásra illő magyarázat, hogy elindult egy folyamat. 40-es számok ellen, hogy kiteljesedjen. Akkor most itt belépett az 50-es szám, hogy ez miért pont 50, erre is rengeteg magyarázat van, de ebben nem kellene most belemennünk, mert nem lenne vége a műsornak. Tehát egy folyamat beteljesedett, és kezdődik egy új. Egy teljesen új minőség indul onnan kezdve a vallásos emberek életében, ugyanis akkor kaptuk a Tórát. És a kereszténységnél szintén megvan a... Jól érzékelem, hogy a zsidóság számára a templomnak nincs olyan nagy jelentősége a szertartások tekintetében, mint a kereszténységben. A templom neve Bét Knesset. Ha ismerős a szó, a Knesset az izraeli parlamentnek a neve. Jelentése találkozás, gyülekezés háza. Tehát imákhoz... Vannak olyan imák szertartások, amik 10 férfi jelenléte szükséges. Ha ez egy 10 férfi leül egy terembe, vagy kimegy a szabad ég alá, ott is meg tudja tartani. Én gyerekkoromban emlékszem, ez a gyülekezés háza valóban úgy nézett ki, hogy felnőttek imádkoztak, mi gyerekek szaladgáltunk, rohangáltunk, tehát nem egy ilyen kötött szertartás. Ez azt is jelenti, hogy a családi életbe, a családok mindennapjaiban sokkal inkább részévé vált az életnek a vallásgyakorlás. Hát egy vallásos családnak alapja a vallás, ez vallástól függetlenül. De úgy értem, hogy nem abból áll, hogy elmegyünk a templomba, és ott részt veszünk egy szertartáson, hanem otthon a mindennapokban ezt sokkal inkább gyakorolják. Hát aki... úgy betartja a vallást, hogy étkezéstől kezdve minden parancsolatot betart, az természetes. Aki ezt már lazában veszi, vagy úgynevezett reformákhoz tartozik, az is tartja az ünnepeket, szokásokat. Például ez a 8 napos ünnep alatt végig nem fogyasztunk kovászos ételeket, végig a kovásztalan kenyér a kísérő étel. Sárosi György, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget.